elindítottad? Persze. Vagy lehet, hogy hallani is fogtok. Hát szép délutánt kívánok itt a kedves nézőknek a céres aldigájával. Folytatódunk, és egyelőre itt benn vagyunk a lobbiban. Ádámot várjuk, akinek most állítólag technikai problémái akadtak. Játékkal kapcsolatban, de én itt folyamatosan rohamozom invitációkkal, de hát jelenleg nem. Válasz. És hát Habúr itt van velem, addig is, és hát nem tudom, itt a lobbit nézegetjük addig. Jó, nincs köszöntöm a kedves nézőként. Faló is itt nézegeti már velünk a lobbit. Ja, hát megint kiemelt üzenetet ér. Oh my god. Persze, hát ez, hogy ne. Neo Nate, oh faló my god. Faló. És hát megteheti. Hát ő meg... Hogy vagy ezt így hétközben ezt így kifejtettük, hogy így neki vannak ilyen pontocskái. Neki vannak, és nekem így... is vannak egyébként, elég sok. Jó, és miért nem költöd el? Hát nem tudom, tartogatom. Ja, mire? Hát, ha lesz CRS és emoji a chaten, és akkor be tudom váltani. Azt várhatod. Akkor, jó. Na, ezt így tényleg komolyan kérdezem, hogy Ádámnál mi a helyzet, mert ez így nem okés. Hát ez így nem. Hát ha meg nem jön, akkor meg be tud szerintem ülni addig is menet közben. Itt van, tehát magában a játékban bent van, és azzal nincsen probléma. Hát menjünk. Szerintem menjünk, és majd beül. Menjünk, aztán majd jön. Kis... versenyszemélyi gépjárművében. Hajrá, Dince, Lávid és Gyeremek Kölcs. Be tud ülni menet közben. Ja. Gyeremek Kölcs. Nincs eddig egy sok sikert kívánok a srácoknak. Én is. Közben hogy nekem így a chat az így néha lehal, néha van. Ez így nem tudom, hogy miért van, meg ilyenek. Nekem tökéletes egyébként, de majd úgyis olvasom, hogyha olyan van, érted? Akkor te fogsz chatet olvasni. Ó, ez az. Ha csak én nem látok valami jóságot. Na jó, akkor. Új, szerint ez így nem jó. Chatet akarok nézni. Csak meg kívántanak a chatnek rejtelmény. Az a baj, hogy
így megváltozott a telefonon a Twitch-nek a hogy mondják ezt, rendszere, így átpakolgattak dolgokat. Aztán most így picit így bele vagyok zavarodva a újdonságokban. Na, dögevő, már úristen, micsoda epikus zene szól a háttérben, Naofain. Igen, közben dögevő Naofain. Isten voltál ma délelőtt, majd csak a felóírja neki. Hát ez ilyen, olyan sejmes volt a hangod. Én egyébként esküszöm neked, dögevő, tegnap, amikor így partiztunk először. Hoppa, kis finom eső. Ez igen. Közben azt írja, igen, azt akartam mondani, közben azt írja nekünk ide Vince Dávid, hogy versenyen nem fog esni, de időmérő azt írja, hogy végig eső. Igen. Szóval így visszatérve rád, dögevő, esküszöm, először azt hittem, hogy rende állnévem. Először esküszöm, ilyen rendés. Rende állnévem. ilyen rendés... Aha. Hát... Nálam itt nem tudom, mit csinálnak itt a dolgok, de... Nem jó a chat megint, mi? Akkor próbáljuk. Telefonról esetleg. Én is ott nézem. Hát telefonról vagyok. Ja, az jó dolog, akkor... Na, de itt elkezdtek közben kigurulni a srácok, pedig elkezdem itt fölvenni a formát, vagy hát a... Na, Ádám közben megjött. Úgy néz ki, hogy ő is tud csatlakozni hozzánk. Direkt neked szántam azt a hanglejtést, remélem, hogy veszed a jelet. Vagy reméltem, hogy veszed a jelet. Hát, én vettem mindent is. A Macskafalónak pedig Fész Ádámról megvan a véleményem. Na, hát arra nekem is. Nekem is megvan a véleményem róla. De ez... hogy fogalmazzak? Nem szeretnék streamben ilyen szavakat használni. Nekem is megmondám róla. Nem még az a Bence fordulna kezdni meg az alligásoknak az első köreit. Igen, ő az első. Állj, csak itt nekem bedobta Fernando Alonsót. Na, nézzük akkor Bencét. Én pedig akkor elmegyek a normális csetért, mert ez borzalmas a telefonom. Halló, szia uram, cset érdekel? Szóval Bencét, akkor nézzük, itt jár az egy döntött kanyarban. Bencének ez megvan, bár egy elsőben nem olyan tempót tudnak autózni a versenyzők, mint száraz körülmények között, így most sem lesz ez máshogy. Talán 1:18 lehet itt esélye, vagy 17 lehet itt esélye az, ami már biztos továbbító idő. Gyere, felelkezzünk meg arról is, hogy ugye sor kvalifikáció vár. 18 versenyzőre közben Bence eldobja, és így nem fog gyors kört menni. És ugye mögötte lévő úri ember, az nem tudom, hogy kicsoda, hol van a Williams? Talán az egyik Alfa Romeo-val BGL Martin lesz. Igen, végén Marti lesz akkor az első gyors körözöttünk. Na, én meg itt varázsoltam közben magamnak csetet. Jó. Nézhető is. És ez a végén Marti már a döntött kanyarban jár. Hát vadul nincsen, hát igen. Ez ilyen szomorú. Ezzel sajnos nem tudunk mit kezdeni. Így van, Bence 21-0, BGL Martin 20.4, Ákos 19-0, az komoly. 1 perc néma csend vadura. Hát, jó. Oké. Na, de itt térjünk vissza, tényleg itt a közvetítésre. És ahogy látom... Szabi. Szabi fejezi be a körét, így van. És egy 19-1-jel meg is érkezik a... Most már negyedik helyre, hiszen Gyuri vezet 18-8-ra, mert... Belga futam győzteséről beszélgetünk, és a tabella második helyezettjéről, hiszen Szabi vezeti a bajnokságot. Most már Gyuri előtt, és Krisz a harmadik. Igen, ez például de öles, öles léptekkel közlekedik Vadu. Pisti. Pisti, közben Vince. Ó, Vince. Hoppá.
1.18.877, eddig a ház az ilyen 2022 félig csak az első két helyen, és nem az utolsó két helyen. Kösz a nyolcadik. Nézegetem azokat, hogy nincs köre, közben Bence fölött a 12. helyre. De Blasio lesz az, aki... Dommód. Igen. Ja igen, vagy Dommód, őt nem is láttam, igen. Közben Ákos 18.7. Közben úgy visszatérve a kis gondolatmenetemre, Pisti legyen másodiknak 18-8. Hát igen, Pisti így az újraindítás óta magára talált, és így két győzelemmel, és egy második helyjel így jelezte, hogy igen, még muszáj vele számolni. És így a világ végéről már ott tart, hogy a negyedik helyen van, és hát elég komolyan ostromolja az első hármast. Igen, jön közben Blasio, aki befejezi egy gyors körét, ő a 9. helyre tud csak följön, és mögött a csapattársa az, aki még nem megy gyors kör, de ő is Ádám. Most megy, igen. Ott volt minden, kicsit belaggult Ádám, nagyon jó. Én Ádámnál is szerintem nem oké a rendszer. Hát Ádámnál valami meghalt. Aha, jó, Ádám 1-0-4. Egyes kör, de rendszer szerint 1-20, 164, igen, de a delta pedig 1-4-et írt, közben Bence az kicsit, az komoly lett volna, hogyha igen. Olyan kör, mert... Közben az egyik Alfa Romeo, végén a Martinez, nem? Rende volt az, aki ott eldobta. De jön közben Pisti, na. Pisti 18-2, csak egy 5-15. Kiszárítják a pályát a srácok. Jön Neo, Red Bull-lal. Jó, második 18-7. Hát az egyik Aston Martin menekült el ott tőle. Jön... Szabi elvett körön, jön Gyuri. Igen. A Gyuri jelenáll, ez nem jó kör. Ront, 3 második. 22-0. Közben Glory összecsukja. Glory, igen. Glory és az eső. Igen, Tadminátornak a szemszög onboardjából láthatjuk. Hát egy kicsit összecsukta az leszeszemély gépelművel. Igen, jön Bence. 157 ezredes javításban van egyelőre magához képest Bence. Itt most az ásoknál ez abszolút eden nem jellemző, mint ami volt reggel a B-ben. Jön Krisz. Hogy ott nagyon-nagyon szoros volt, Krisz 6. Tehát a B-ben reggel valami pokolian szoros időmérő volt. Hát ez egyelőre itt az A-ban nem mondható el. Bár azért, mielőtt kimondtam, így végigpörgettem. Azért ott Neo 2. 7.13, és Krisz a 6. 7.88. Igen. Na igen. DK. Aztán 8.95. Közben Blasio dobta Ákos. El. És Ákos, igen, megfutja a leggyorsabb kört. 6 tizedet javított, brutális köröm volt, erről lemaradtunk. Jön Minca, aki 1 tizedes javításban, tehát ez még nem lesz neki elég. Valami brutál második, vagy harmadik szektort kell neki összerakni ahhoz, hogy... De ne volt megverheti. Ne volt megverheti, igen. Már még mindig 1 tized, Minca. Az egy kicsit úszkál alatt az autó, azért. Igen, ott képészkedik a fiú. Váltó meg is köszönte neki, hogy egy picin. Vagy egy motor. Persze. Elég gyorsan lépett rá a gázra egyébként. Vince, a tizedik? Vince. Harmadik. Harmadik Vince. Na, ez egy szép kör volt. Így van. Blasio, nem még, Ádám. Vannak esetleg körön. Hát igen. Ádám, itt Ádám továbbra is, de... Igen, itt Ádámnál elég nehéz eldönteni, hogy most ő így normális nála. Vagy nem. De most úgy néz ki, mintha normális lenne, de nem akarom elkiabálni. Csúszik fiú, figyelszatok már! Csetet olvastam, dögevő kérdez, amit tisztázom. C-ben 5 SC, B-ben 4, akkor most 3 SC-re kell számítani, igaz? Igen. Remélem, hogy nem. Maradjuk ennyi, vagy remélem, hogy nem. Nyilván kalkulálni kell vele egyébként. Vagyis hát számolni lehet vele, de nem biztos, hogy lesz. Vagyis nagyon remélem. Remélem, hogy nem lesz. Ja, mert aztán 36 körülött előnyük az életünket.
köszönöm. Hammer van közben gyorsköröm. Meg DK, aki most fejezi be. Hammer rontásban van egyelőre magához képest. Hát DK-t meg nem látom. DK ismert ő. Martin is összetörte közben. Nya. Fantasztikus. Közben Ádám lesz, aki befejezi, talán. Hát majd Hammer mögött, igen. Uha, hát ő elég szerencsétlen helyen áll. Martin. Hammer maradt a 11-dik. Ádám pedig beszágult a box utcába. Hát... Talán azt mondom, hogy helyre állt nála a cucc. Rende levezet. DK levezet. Gyuri Krisz felvezet. Szabi viszont very fast. Hiszen 4 tizedes javításban volt a második szektor mérési pontjánál. Ez nagyon komoly kör lesz. Legyen az 3. Jó, kerekítve 4. Jó, úgy igen. Na nézzük, ez brutális kör lesz, hiszen Szabi a második. Második. Bejön Pisti. Dákost egyelőre nem tudja elkalapálni. Igen. Annak az első helyről. Egyelőre senki nincs az, aki... Ákos meg tudná fogni. Igen. Most nemrég futamra tudottam egy pár órát, és hát nemrég keltem, és ja. És így beszélni, az így. Ó, föl, de nézzük! Én megnézek Pistivel egy teljes gyorskör. Én Neót nézem most, és így lepakolgattam mindent is a... Hát róla 16 ezredes javítás van egyelőre Neó magához képest. Az első szektor mérési pontját követően. Szabi figyel rá. És jön a második szektor, egy tized már Neónál. Ez a javítás, és bár Lilu a térkép, de annak nem szabad hinni, mert az akkor is Lilu, hogyha egyszerre vagy az elsőtől, tehát az mindenhogyan is Lilul. Pisti közben 53 ezredes javításban van, ez nem lesz még neki. Na, jövök Pistire Neó után. Negyedik Neó, 18-4-24-jel. Ez Pistinek meg sajnos nem elég. Ez 5-3 ezer, meg is 20 szikolat az óta, de gyönyörűen meg fogja érni. Pont arra kapcsolta vissza, hogy gépészkedett a Pisti a dobában. Igen. 12-2, maradt a második, ugye jön a második helyre. Igen, jön Gyuri. Úr Gyuri. Nem jön Gyuri. Nem jön Gyuri, 21 másodpercet rom. Én valahol... Igen, szerintem Gyuri most kezdi meg a körét. Gondolod, az egyik Mercedes. De viszont nézzük Ákost. Ott egy picit ott megnyalta a füvet. De Ákos eddig nem nagyon volt képernyőn. Pedig aztán így jepálja a mezőnyt. Hát mondjuk nem ez lesz élete köre Ákosnak. Hát ez pont nem. Nem. Igen, valahol ő is találkoztatott a bukótérre. Igen. De Szabi van. Nagyon mögötte Rende. Mögötte pedig Szabi. Vagy legalábbis az egyik Ferrari, ott Rendi. Igen, ez Szabi. Figyel rá. A Szabi? Igen, de jövök vissza Rendire, Szabi elvetette a saját körét, és hát elvette magának. Rendi a 12. helyen áll. Nagyon küszködnek az autóval, talán ez a Star setup miatt köszönhető egyébként. Valószínű. Rendi az a baj, ez így nem lesz még elég neki, de így is a 8. 8. Igen. Ki az, aki jön hátul? Krisz. Ő egymás, ő egy tizedes. Zeti van nagy javításban. Igen, Krisz marad a 7., jövök Zetire akkor. Ja, hogy Ádám ne elment a net. Az igen. Ez csönyörű. Jó a nyet, internet. Na, nézzük Zeti. Zeti a 13. 13. Azért maradt egy ilyen jó 4 tized így a harmadik szektorban. Igen, Ákos viszont 39 ezredet javít. Én most fogja majd befejezni. Most már 95. Hát ez Gyuri második közben. Gyuri második 1.18.176-tal, de közben nézzük Ákost, így jön javít, és be fog menni 18 alá ezzel a körével Ákos, hogyha... Nem veszi el, de nem veszi el neki a játék, nem. Hál' Istennek, nem ment szélesre. Ez tovább fog itt faragni Ákos, vagy ez tovább fogja faragni Ákos. Ken Ákos... Nem! Vagy nem.
Na jó, én nem kapcsolok szerintem többet Ákosra. Pisti viszont javításban. 153 ezeret. Hopp, egy kis dupla blokk. Szeressük azt. Mind a második szektor, de... Vince közben hatodik. Ez így próbálom követni félszemmel a térképen, hogy kik jönnek. Jön egy Ferrari, az ott Chris lesz valószínűleg. Marad 9-en. Egy olyan Pisti mögötte, Pisti pedig átveszi a vezetést. Fú, nem sokkal egyébként. Jön ott. A Dálkos megijavít. Jó, mert mutassunk addig is mást. Ott jön... Dommód. Dommód is nagy javításban van. 13. Hopp, ott pedig Ádám áll kint a falból. Jaj. Jaj. Jajaj. Jajaj. Jajajaj. 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 Ja, na, na. Ki tud jönni? Ki tud jönni? Dommód közben itt eljön, közben Ákos. Ott elmenekült. Marad második. Én tényleg nem fogok már többet kapcsolni Ákosra. Igen. Jön Neo. Nem, nem jó, nem jön Neo. Ott jön egy Ferrari Chris-szel. Aztán mögött a McLarennel egy pist idő levezet, gondolom már. De valószínű. Na, Chris bejön. Chris is visszajön a boxba. Akkor Adminator. Így van. Kis újdonsült kormányosunk, Adminator és... Back to glory. Hét. Nem javít Adminator. De még van egy köre. Még van, azért szokottnál is nagyobb a forgalom a pályán. Jön DK. Itt a második szektorban tart jelenleg. Pisti visszavonul. Hát meg valószínűleg már nem is tudott volna felérni. Igen, a DK... Nénem, ez a gyors kör. Viszont ott jön mögötte Szabi, és nagyon remélem, hogy fogja rá figyelni, hiszen Szabi javításban van. 48 ezer, ez még sajnos nem lesz Szabinak elég. Így is a negyedik helyen fog maradni. Jó, de van még előtt egy harmadik szektor, vagyis hát most már nincs. De... ezt még tudja faragni bőven. És faragja is a harmadik helyre feljön Szabi. Ez szép kör volt. DK végül nem kavar bele a számításába. Tiszt is közben visszavonul. De ezért szépen lassan vonulnak vissza. Srácok, nem is tudom, hogy kit nézzek. Neo is visszavonul. Hát... nézzük DK-t. Ismételten, itt a kis 8-as számú Red Bull-lal. De Ákos is gyors körön van, Zeti is gyors körön van, Adminátor közben befejezi az időmérőt, őt a 14. helyen bőven jó, ott a Williams ott inkább megállt, ott nagyon-nagyon figyelt ott mindenkire. De DK egyelőre nem tud javítani magához képest. De viszont egyelőre Szabi sem, Ákos viszont... Majdnem 2/10-es javításban. Már, merjük. Na. Közben a Williamsek nem értek már fel. Ádám is befejezi. DK marad 7. Nézzük Ákos. Szabi marad 3. És nézzük Ákost. Megcsinálja. Abszolút. 17-9-el átviszi a vezetést Ákos, és valószínűleg akkor így is maradunk. Már hogyha Vince nem javít. Vince sincs jó körön. Á, Vince már itt el is engedi. Esetleg talán... Vince összetörít igen, direkt. Úgy. Vince bele tette a falba aranyosan. Nézzük még itt esetleg Blasioz, aki még itt bele tud szólni a dolgokba. Nem fog már ő sem. Marad a 11. És akkor Gyuri. Gyuri. Pedig... visszahozza a box utcába. Elég visszaszágulod a box utcába. Így van. Ákos pol tehát. Értébe. Vagy hát egy céles. És aztán mellőle Pisti. Jó, te először.
lehet egy jó versenye. Egyébként, hát, reméljük, hogy jó verseny lesz egyébként Ákosnak. Nem tudom, hogy vagy vele. Vagy? Mondom, remélem, hogy jó verseny lesz Ákos, nem tudom, te vagy vele. Hát remélem, megérdemelné. Na, Ákos, bejött a közbe csetre. Let's go! A Pisti, Szabi, Gyuri, Neo, Vince, DK, Rende, Chris, Hammer. Hú, hát ez egy elég szép lista. Igen. Ákos, nem. Nem. Első köri tejért csak hozzuk ki. Na, azért ilyen ne legyen, mert aztán megbolondulunk. Igen. Hát én fogok a legjobban megbolondulni. Na, de jön a futam, és itt DK-re töltünk, vagy DK-re várakozunk egyelőre, aki tölt. De most mondom, remélem, és nagyon remélem nem játszott el azt, mint Nyomáté reggel, Q3-nál. Elment WC-re. Hát én is bízok benne. Hát egyelőre várakozó álláspontban üldögélünk itt, kommentátor állásban. És ugye mivel esett az eső, ezért... Szabad gumi választás lesz, bizony. Valaki bejátsza a hardokat? Bár mondjuk elég rossz stratégia lenne, mivel... Hát csiga lesz egyébként nem hiszem. Az adott ember. Nem hiszem. Nem fogják. Szerintem egyébként egy soft médiummal simán véghez vihető. Úgy meg aztán főleg, hogy szerintem azt az ő csodát, amit már az elmúlt két futam alatt összesen 9-szer láthattunk a mezőny elején, fogjuk szerintem most is látni. Remélhetőleg nem 3-szor, de szerintem egyszer fixen fogjuk. Igen, annyira. Ne legyen igazam. Nézzük a gumistratégiákat. Annyira azt mondja, végig hogy... lehet menni a large médiumon, hogy 8 ember választotta, ha jól aztán mondom, 8 ember választotta a médium keverékeket, bár mondjuk lehet, hogy ez még lesz. Igen. Ennél jóval több is, mint 8. A lágyakkal körülbelül 11-15 kört lehet végig menni, utána pedig egy médiummal végig lehet menni, de hát nyilván ez a safety car-ok, illetve a versenyzés és a gumi kímélésnek a dolga lesz, hogy ő mikor jön ki. Hát nyilván a versenyző dönti el. Csak egy kis érdekességből mondom, hogy azért ki lehet húzni a lágy gumikkal ezen a pályán, bár nagyon hamar kopnak. A negyedik körtől már addig lehet őket használni, de viszont meg lesz ugyanúgy a tempó, hogy csak csúsz. Hát nem csúszkálni fogsz, de viszont így picit kopott gumival fogsz menni. Igen. Nem amúgy szerintem tényleg mehet. Good luck, have fun. Kedves nézőknek, jó szórakozást ez a... Így van. Hoz. Jó estét, jó szórakozást. Így van, sisek látszoljon. Így van, és az összes többi... aranyköpés, ami így eddig a évek évtizede során felvillem lett. A rizses hús és a többi. S5-ben nincs Mikulás témát, mi ezt nem kifejtettük egyébként. S4 ilyen sem. Tehát beegünk már, pont emlékszem. Yeah. Na, de azt mondja, hogy én szeretném ismertetni itt a gumistratégiákat. Hát ahhoz képest, hogy itt az előbb nagyon aranyosan felvezetted, hogy a 18 emberből 8 fog rajtolni médiumokon, hát ebből végül az lett, hogy 5-en lágyad. Igen. És 13 a médiumon. Igen. Szabi az, aki,
Szabi és DK, illetve Hammer az, aki bevállalta a lányokat a top 10-ből. A másik 7 fiatalember médiumokon, 10-en kívül pedig Bence és Dombón azok, akik a híras oldalfalú eples gumikat választották. Hát nekik mindenféleképpen. Pedig médiumokon mennek ki. Hát nyilván. Szabi very gyors lesz itt a első etapon, valószínűleg. De hát utána mivel elmondta, hogy nagyon gyorsan kopnak ezért, hát hogy is mondjam, utána már le fog lesülni minimális a többi, és vissza tudja azt a tempóját szedni. Ákos, amit el fog majd valószínűleg veszteni. Persze. Meg Pisti is. Bár mondjuk nem tudom, Pisti nagyon gyors egyébként, médium keveréken, mint lábkeveréken. Meglátjuk, meglátjuk. Pisti mindenhogy gyors. Pisti az fölrapnál vetett. Nagyon rossz a hang. Várjál, ebbe belehallgatok. Szerintem csak az enyém. De ezt a Twitch szokta csinálni. Jaj, recseg, jaj, bocsánat. A tiéd? Mi történik? Az enyém az amúgy jó? Srácok, nem tudom, hogy a chatembe tudjátok-e írni, közben felállnak de a srácok rajt rácsra. Cseten írták be, hogy recseg. Igen. Csak hogy utána azt kérdeztem, hogy az én hangom az jó. De nem, a izé, tehát a nem a te hangod, hanem tudod így a játékzat. Jaj, vágom. Na, akkor én de jövök rende, és Chris Hammer, mi hármashoz, és akkor nézem őket. Most... Na, most jó. Na, most de jön a rajt. Na, pont jókor felértünk. 1, 2, 3, 4, 5. Én kaptam Vincéről. És elrajtol az Alliga mezőnye. Ákos jól kapja el a rajtot, és simán egyelőre ott tud maradni az első helyen. Pisti úgy néz ki, hogy levédekezi Szabival szemben itt a másodikat, de itt egymás mellett fordulnak el, de ez ilyen Belgium 2.0 egyelőre. Ó, és Hammer! Össze is töri. 9. helyről összetöri Hammer, reméljük, hogy nem lesz safety car, virtuális safety car. Hát nem eddig úgy egész szép, közben ott Neo előzi DK-t vissza, mondanom. Tömegkalamajka nélkül. Illegál overték volt, és Neo visszaengedi DK-t. Hát valószínűleg ott bejelzett neki a rendszer, hogy... Illegál overték. Illegál overték, igen. Na hát... Közben Szabival mi történt? Ő már egészre leszakadt Pistiéktől. Hát valószínűleg itt az újraindításnál egy picit bealudt. Jó, szegény Hammert most itt gajra vágták. Igen. Rajtot követően. Most itt nem maradtunk sajnos, hogy hátul mi történt. Én tökéletesen láttam mindent. Annyi volt a lényeg, ahol én Q1-be ott ő is eldobta. Ja, de magától? Hát az első. Magától persze. Oh. Megcsúszott a médium keverékeken is, hát, vagy a light keverékeken is, hát összetörte az autót. Na de közben valószínűleg elindulunk, mert nagyon nyomják neki a igen. Fiaink. Igen, Gyuri az egyedi. Alfa Tauri húzott ki, az jó. És domboldok, akkor ők találkozhattak valahol. Közben itt amúgy Pisti mögött itt nézelődik itt a mezőn. Szabi nagyon ráesett. Igen. Szabi nagyon ráesett Pistire. De jön is Gyuri. Pisti szerintem itt egy kicsit bealudt a újraindításnál. De itt... Igen, Gyuri is itt nézelődik, meg DK is. A DK már tolja a pályáról, Gyuri. Persze. Nehogy, ne, itt hol üt le mindenki. A abroncsain. Persze. DK elindult itt a lágy keverékeken, hoppott közben Neo dobja el! Szegény Neo, és pont futam elején beszélt arról, hogy milyen szerencsétlen vele a játék. Pedig Vince és Rende csatáznak. Egymás mellett vannak. Igen. És itt alávág! Jaj! Alávág Rende Vince. Nagyon szépen csinálja egyébként, és van Erce, és még jobban is gyorsít ki, mint a Rende, de hát így még nincs meg. Blasio dobta el ott is. Vince! Na, de itt tényleg itt, vegyük itt komolyra a dolgokat, itt közben Dombod meg Blasio itt haigálják el az autót. Hát ez egyelőre nem az a futam, amiről így álmodoztak, se egyelőre Neónál is ez a helyzet. Ez a leggyorsabb kör. Tehát ez várató volt. Lehet használni a DRS-t, akkor innentől kezdve leszek kíváncsi én Szabiékra, mivel ugye Pisti is kapja azt a
hátsó szárny, vagy állítható hátsó szárnya tudja nyitni. A Neo a boxban. Ő is. Igen, a Neo jött be a boxban. Tehát még nagyon sok van a futamból, majdnem 30 kör. Három kör telt el. Sőt, több is. Igen. Tehát itt meg bármi meg lehet. Ez Hammer pedig itt közben a Messenger-es csoportban kommentálja, hogy ilyen a mesében nincs. Igen. Itt közben Szabi mennyivel... Nagyon szépen megtartja. Másabb íveket használ. Nem létező íveket használ Szabi. De rám kell tud közeledni egyébként Pistire. Bent a mezőnybe. Szabi! Jaj! Fuha! Szabi, valami történt? Meglovagolta azt a rázókövet, hogy Gyuri ezzel teljesen ráesett. És ezt most így DRS-sel lehet, hogy meg is fogja próbálni Gyuri. Hát én a Gyuri helyben nem nyomodik egyébként semmit, csak a DRS-t, én még tartogatnám, ez a Pisti leggyorsabb kör. Hát egyelőre... de Pisti! És elkezdte itt rohamozni Ákost. Közben Szabira estik rá nagyon Gyuri. Hát... Szabi megint hibázhatott egyébként. Dani, te melyik csatornát nézed? Nem tudom, mondtam, hogy futam előtt egy órában még aludt. Mondok valamit, és így... Hopp, közben... Bence! És BGL Martin akadtak itt össze a negyedik körben. Jaj! Na, itt mi történt? Úgy, két úriember a falban van. Igen. Hát ez hát gyönyörű. A pálya közepén. De jön Blasio. Gyönyörű érett képek. Igen. Közben, közben Zetit előzte meg Glory. Undorító váltásért. Igen, top 10-ben a két Aston. Hát egyelőre igen. Hopp, ott közben Bence vágja bele a falba. Na, és igen, safety car. Köszönjük szépen. Na! Azt mondja, hogy négy körig bírtuk az autóversenyt. Igen. Pisti bejön. Nem jön be Pisti. De Szabi jön be. De mehetette itt a Szabit. Jaj. Hát itt most ugyanazt eljátszottam. Bencének megadta magát a kormánya. De Szabi hard. DK hard. Na hát, persze. Akkor ők soha többé nem fognak kijönni. Vagy hát... Igen, hát itt BGL Martin itt leírta az autót. Neo is. Vagy hát Neo itt egyelőre itt menti a menthetőt a 15. helyen. Dikinek van egy ötszeke, az is szép. Na. Na de. Akkor itt BGL Martint végigkövethetjük, amint valószínűleg itt be fog fordulni az Alfa garázsba. És lecseréli a kis nóziát. Igen. Igen. Aranyosan behajt a box utcába. Na és ott nézzük, ott fehér oldalfalú Pirellik. Bújnak elő a kis garázsból? Igen. És a kis vizsgálat után tovább haladhat az autóversenyben Martin. Igen, közben Ádám felrakta a lágyakat egyébként. Nem tudom, mondtad, de? Nem. Nem, és amúgy pont ki tudott idejönni így eléjük. Igen. Itt Ákos melegít. Pisti, Gyuri ott van mögött a harmadik helyen. Igen, most így a lágyasok így kimenekültek itt a safety car-nak köszönhetően. És most így benn vannak a mezőnyben. Szabi 9. DK 10. Viszont Rendel 4. helyre lépett fel. Vince 5. Chris 6. Adminator 7. Glory 8. És ott figyelget mögöttük Szabi és... DK. DK. Thomas közben sem szél kíván Thomas, mindenkinek. Igen. Közben Mato mindig is beírta egy bögre. És hát bocsánat, bogre. Mert még azért rákukkantottam a streamre, igen, bögre is itt van. Vada Dominikus bögre. Így van. Remélem nem akad a streamre.
Nem, most már jó. Percet beesztősítettem. Most már erre állt minden, de hogyha valami van, akkor szóljatok. És akkor orvosoljuk a problémát. Mint hogy egy kicsit akadna a stream egyébként. Jó. Nálam legalábbis. Nálam tökéletesen fut. Don't panic. Nem pánikolok csak. De. És megyünk még egy kört. Csodálhatja Ákos itt hátulról azt a zöld akármit. Amit most akárhogy számolok, 11-jére látunk így a hétvégét, és a három futam még nem telt le. Hiszen még 7. körben tartunk csupán. Szegény BGL Martin. Hát most figyelj, felér most a kis mezőnyre, így a safety car alatt. És aztán nyomhatja tovább az autóversenyt. És abból semmi nem történt. Ákos! Mi történt? Hát majdnem nyomott egy tutut múlt hétről. Aztán is szerintem páros, lábbal taposott rá a fékre. Valószínűleg már 50-re fékezte az autót. Igen, tehát Pisti szerintem nem nagyon örültött neki. Nem, közben valószínűleg ebben a körben akkor safety car ki is fárad, ugyanis BGM Martin is felért a mezőre. Valószínű, hogy most már továbbhatott az autóverseny. Kis villogóját, aztán befáradhatna a box utcába, szerintem mert lefogja. Aztán már semmi keresni valója nincsen. Itt kéne valahol, így is van, de is kapcsolja, megy is. Box utcába köszönjük a munkát, reméljük, hogy többet már nem fárad ki. Nagyon aranyos. Na nézzük, Ákos, hogy indít újra. Így van. Le tudja szakítani Pistit, vagy Pisti rajta tudna maradni. Illetve rendben már... Tehát rendben a negyedik, és ő is ott lehet azon a bolyón egyébként. Niki rajta lehet mindenki. Az ürény testen. Melegíti Ákos. Szakít a gumikat. Igen, itt az asztonok is itt hátul. Glórival az élen. Szabít közben nagyon ráesett itt Glórira. Jajajajajajaj. És indulunk. Hopp ott hátul, Niki. Igen. A VK-jek akcióznak. Valamint ott a két Alfa Tauri, és a Mercedes Zeti belecsúszik. Ott az Zeti lehet, hogy tör. Ádámba. Ujja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 j
elkezdték kapálni, igen. Azt ott nem kellett, volna hatalmas befordulni. Hát nem. Igen. Mikor DK off, közben Mince rende. Hát itt történik itt mindenhol minden, kedves Dániel. Itt ezt nem lehet lekövetni egyszerre. Na, de akkor jövök ide vissza előre. Hiszen itt, ahogy mondtad, rendék is itt fölik itt egymást. Igen, itt közben szerintem amúgy Blaz jó tört. Aha, ott a bal első szárnyvéglapot úgy hiányzik. De azért biztos, hogy biztos leáldom móddal csatázni. Ennek szerintem Dommód annyira nem örül. Fogalmazunk úgy. De nem, Dommód így nem ugrik be, Dommódot békén hagyja egyelőre. Hát így viszont Blaziónak így kuka az autóverseny. Hát nem pici. De Vince itt nézzük, támadni fog, de itt még sajnos messze van. Nem. És mind a két ifjú titán nyomja. Persze, hát itt nyomkodik mindenki mindent. Blazió a boxba közben. Szerintem ő is így fölpattintja a kis hárgyait. DK már nem, mert DK a hárdokon volt. Tehát ők így szerintem fölpattintják a kis friss gumikat. És nekik igazából bízniuk kell egy új safety carban. És azért elnézve a eddigi tapasztalatokat szerintem lesz. Még egy szerintem lesz. Bőven. De az első öt pedig nagyon meglépett így a mezőnytől. Szabi pedig egyelőre itt hátul nem tud mit csinálni az asztonokkal. Na, de most itt Dórinak próbál aláfordulni. Hát igen,
Hát Szabiék, muszáj volt itt fölrakni a kemény keverékeket, sőt tulajdonképpen a lágyas társaságnak. És ez sok jót nem jelentett nekik. És már 6 másodperccel el van szakadva, közben itt Zeti előzi Ádámot, Szabi pedig itt most szerintem meg fogja előzni Glórit. Van az a csúnya megérzésem. Megy, hát is megpróbálják, közeledik. Na és itt. Ajajajaj, és megelőzi. Glória lengette. Igen, Glória nem is nagyon vitázott vele. Előtaposott rá. Igen, nem is szabad egyébként. Ilyesen csinált ezt most Glória, közben Chris Vince-re érkezik meg hamarosan. Vince már egyszer veszek, hogy el van húzva. Vagyis nem van maradva. De még mindig Gyuriék van rajtam, viszont szóval Gyuri az, aki nagyon rajta van Pistiéken. Igen, Szabi pedig már adminától támadja. Na szólja egyébként, hogy ott elő valami akció van. Ja persze, nézem. Hú, de hát itt azért, itt látom kis térképen, Ákos vonatoztat, gazdagom. Hogy ne vonatoztatnak? Itt megy az DRS harc, Ákosnak viszont 100% ersze van egyébként, úgyhogy neki lesz... Mivel védekezd, de Pistinek 90 alatt most már, Gyuri 70%-on van. Ó, na, jövök ide előre. Á, Pisti támadhat, hiszen minden eddiginek közelebb van. Igen, Ákos nagyon közel van, Ákos, és ez meg lesz, ez nagyon csúnyán meg lesz. És ez egy sima kikerülés lesz. Kerülte, Ákos ott hagyta. Ákos nem is próbálkozik, Gyuri viszont nagyon rásik Ákosra. Hálva hagyta, Szabi is közben megelőzi adminátort, és ezzel feljön a 7. helyre. Szabi, és mehet rá a kis vonatra. Igen. Így miután Ákost így csúnyán állva hagyta, még így a leggyorsabb kört is megfutotta. És most már Gyurit kapta meg játszótársként Ákos. Két Aston Martin pedig majd ott Zetit fogja megkapni. Csúcspontról, és itt Gyuri közel, de valószínűleg még nem elég közel. Ákosnak 100%-ok van az energiája, most el is nyom egy picit, de Gyuri is nyomja. Ákosnak is van már itt DRS-e. Gyuri. Azt hittem oda benéz, Gyuri. Fú, én is azt hittem, hogy oda benéz. Az kicsit meleg lett volna. Minden idegrendszerem előjött. Igen. Nem, messze van. De még távol. Messze van, Vince amúgy... Hát de az a baj egyébként, hogy amíg itt vonatoztatják egymást DRS-ben, addig itt az égvilágon semmi nem lesz. És ez itt egyébként itt hátul is érvényes. Itt a két Aston Martin esett egymásnak, Zetivel meg Neóval együtt. Zeti itt kívülről? Ajajajajaj, az meleg volt. Az... De megvan neki. Intervál különbségekre kíváncsi lenne ma de Dominikus bögre. Nézni fogjuk majd azt is. Igen, és Zeti nézelődik. Uha. Azt hiszem, hogy nem néz be ott a gyorsabbosnál kicsi. Értem, közben DK leggyorsabb kör, az gyönyörű. Most itt nem lennék adminátor helyébe, meg úgy nagyobb Pisti helyében sem. Igen, adminátor vonatoztat egy 3-as vonatot. 4-es, ugye? Neki kell védekeznie majd. Igen. Ó, Glóri, Glóri! És dombód viszont törik! És összetörik még... Mi az? BGL Martinnal. És safety car ez is. Akkor ez egy safety car. Hát a jóslatunk bevált. Lesz még egy safety car. Hát ez egy durva menet volt. Ez komoly volt. Na, safety car number 2. Glóri is fölpatintja a kis fehér oldalfalú történetet. Nem tudom, ott egyébként... Amit egyébként így tudok sejteni, és erősítsd meg, hogy az történt. Dombold eldobt és Martin beledurrant. Aha. Ja. Pont hátra néztem nekem a klipbe, úgyhogy... Au. De Ákos, pedig... mi az... Glórit néztem is, ugye... Úgy... Visszatér célra Sárdán elém.
Zeti ugye még ezt kikerülte, aztán Dommó csak úgy, aha, ő is magát beleadotta, és hát beledúrod Martin, úgyhogy tehetetlenek voltak. Igen, ez a baj most... egyébként ezzel a pályával, hogy nagyon gyors, tehát tényleg egy ilyen, hogy Benéjék is mondták tegnap, ilyen régi vágású történet, és hát igen, egyelőre itt az autóversenyre, hát nem azt mondom, hogy nem okés, de komoly. Kicsúszott, majdnem kicsúszott egy matedommód. Azaz. Zeti közben a boxban. Kicsúszott egy téve, az gyönyörű. Nála egy téve csúsznak ki a dolgok. Pisti Anglia óta Beast Mode-ba kapcsoltam a Ronaldo-hoz a régen. Igen. Első cset a nézőtől. Wow. Na de! Ez egyébként az első hatosnak jó, mert... ez úgy médnomi üzen neked. Fabó fog már, igen. Jó, ezt mondjuk nem most akartam, hogy beolvasd, de oké. Okay. Jó, hát... Kijavított. Szóval egyébként ez az első hatosnak jó, hiszen ők ugye médiumokon vannak, és mivel ugye sok safety car, ugye nyilván kevésbé jobban kopnak a gumik, mint ahogy normál verseny távban menne. Viszont ezáltal, hogy így az is a második safety car, és csak a 15. körben tartunk, így ennek köszönhetően így ki fog tolódni nyilván ez a kis kerékcsere ablak, Glóri közben ismételten a box utcában. Igen. Kifutnak a kis Aston Martinos tagok, és fölrakja a médiumokat Glóri. Hát igen, ez az egy fokkal biztonságosabb műveletsor, mint a hard. És hát még ugye még DK-re is várunk, hogy felérjen, illetve a két Alfa Tauri sem ért fel, így ez tulajdonképpen egy ingyen kerékcserévé vált Glória. Történet. Igen. Igen. Szóval hogy az első hat, és én azért valamilyen szinte még adminátort is ide venném, hogy ők fixen föl fogják tenni a lágyakat. És ők fixen végig fognak menni most már a lágyakon egy... Hát egy ilyen... 10 kör múlva. Valószínűleg igen. De lehet, hogy egyébként a médiósok... hogy is mondjam, erre játszottak rá, hogy á, úgyis lesz... 653 safety car. Hát egyelőre kettőt már láthattunk itt. A hétvégén pedig összesen a 11. safety car, ez már szerintem rekordot döntöttünk safety car ügyben, van az a csúnya megérzésem. ez a 11 darab biztonsági autóval. Esküszöm, egyszer így le kéne ülni, és így át kéne számolni. Így, hogy safety car így melyik pályán, hány darab volt. De valahogy tartok attól, hogy ez nem egy 3 perces feladat lenne, úgyhogy én zierre nem ülök neki. Glóriék is közben egyébként felértek. És Diké is. Úgyhogy szerintem a kör végén itt újra fog indulni az autóverseny. Akkor jövök is Pistihez. Faló szerint Patrick Robi egy kecske. Romy Hun pedig azt gondolja, hogy át kéne írni a nevét Hugo Bossra. Ahogy érzed, kedves Romy Hun. Ja. Én meg CR-es Fézádi leszek. Ne. Jó. Nem akarod nem. Te azt. Én nem szeretném. Hát ne is. Mert még a végén téged is kitesznek. Szóval én kíváncsi lennék egy SC onboardra hang, vagy miért ráváltani XDDD?
Ja, Domi írja, nem tudom. Én nem lennék amúgy kíváncsi. SC onboardra. F1-es élőkön amúgy szoktak adni SC onboardot. Ez meg a másik. És kijön a safety car a kör végén. Akkor ez nem CRS liga lesz, hanem SC liga. Bézonika. Ja. Igen. Na, CRS jön a... Max Martin. Az. Egyik jobb, mint a másik. Jön az újraindítás. Jön az újraindítás, így van a harmadik. Most már, vagy hát a második safety card követően is. Hú, itt azért ismételten itt nagyon főtornyos útak a... Srácok. És Pisti. Hú, nagyon-nagyon kivár Pisti. És Ákos na most nagyon, jó, nagyon jó ütembe kapta el. Gyuri viszont nagyon rosszul. Igen. Krisz az... is az, aki nagyon jól támadja már Vincé. Igen, Vincé töri is a szélárnyékot, és kívülről? Szúr. Kívülről? Az mondjuk nagyon egymás komoly lenne. Ott el kellett Vincé vennie. Azt nagyon okosan okay csinálta Krisz. Azt nagyon-nagyon okos volt. Glory DK, csata. Igen, ők már Magyarországon egymás találkoztak mellett egyszer. Úgy. Ú, Glory! Ejj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 j
Talán. Nem fog bejönni, akkor már talán. Nem jön. Szegény Glory, hát... De még a... Akkor ó, DK! Jaj! DK beugrott itt Ádámnak 6 millió és kilométerről. És igen, DK átment ilyen... Nem is tudom, hogy... Bértilapos DK, SC alatt. Igen. Átment ilyen... Bevetődős. Igen. Új, Adminátor! Nemzeti volt az a Mercedes. Ott a két Alfa Tauri is megérkezett a Mercedesre, valamint DK megérkezett a két Alfa Taurira. Széles Ádám lesz az első, akit meg fog előzni Ádám! Ádám és DK! Ő DK is kiesett ebből a versenyből. Hát ez így úgy történt, kérlek szépen, hogy Ádám megcsúszott és vitte magával a DK-t. Ment a gépkép, úgyhogy közben 5 másodperc. Ádámnak nincs szárnya, DK-nek szerintem már nincs idegrendszere. Igen, begurulunk 50-nel, így bekapcsoljuk az overtake-et is. Így van, na! De akkor térjük ide-vissza a verseny elejébe, hiszen Pisti nyúlik el jelenleg Ákostól, Gyuri pedig hát egyelőre itt nézelődik. Rende ott van a negyedik helyen továbbra is, Vince 5, Szabi pedig egyelőre nem tud mit csinálni itt az elsőkkel. Szabi, egyébként abba bízhat még Szabi, hogy tudja magát DRS-re húzatni. Mert hogyha tudja magát DRS-re húzatni még Szabi, akkor, és ugye kijönnek a médiumosok előle, akkor az attól függetlenül az még jó lehet Szabinak. És ez egyébként valamilyen szinten Neóra is él. Mert Neó is ott van a 8. helyen, bár 14 körös keményeken, de szerintem Neó is végig fog menni. Szabi fixen, és itt szerintem már Zeti is. Úgyhogy... Igen, de viszont azt ne felejtsd el, hogy az első 6 az még nem volt a boxban, szóval ők még ki fognak előle állni Neo elől. Ezt mondtam, kedves Dániel, hogyha figyeltél volna, de... Én figyeltem rá, de mindig figyelek rá, de hát érted. Igen, Blasio előzi adminátort közben. Borul a megérzésem egyenlőre. Igen, itt közben itt... Glory boci szemű emoji itt macskafalótól, vagy falótól. Igen, ez most nagy volt Glory-tól, sajnálom. De így igazából az egész éve ilyen szegénynek, tehát így... A kormány az... Hát... Igen. Szereti meg viccelni. Rende! A fűben. Itt a Rende, szia Rende. Ez Zeti verzió. Mi történt? Nem tudom. Mert nem csak úgy belehibázott. Ha megesett, igen. Most egy picit így elkalandoztam, blablabla a Rende. Uha. Az egy épészedik. Mi történt? Történt? Majdnem eldobta. Úgy, most megkapja Blasiót ide maga mögé. Blasio már nézelődik. Na jó, én itt maradok szerintem, mert itt izgalmas dolgok lesznek. Jövök ide én is.
Na, rendben, nyúlni kell. Volt egy gyorsítása. Jó, de rendben 19 körös unikon van továbbra, és egy Blasio is ott az a kis 10 körös keményeken, nem egy... egy vicces dolog. Hát nem egy életbiztosítás. Hát nem. Hát tudom, úgy, de mondjuk, igen. Az a baj, hogy most pont annál a etapnál vannak, hogyha rá akarnak játszani a lágyakra, nem jöhet neki. Tilos, nem szabad. Nem bírja ki. Durran. Gyuri. Defekt. Egyébként, hogyha jobban megnézed, az első három nagyon komolyan meglógott így az a vicéktől, igen. És itt Szabi egyelőre hát továbbra sem tud itt kezdeni velük, de mondom, Szabinak húzatnia kell magát, és ez Neóra is érvényes, Zetire is érvényes, és akkor itt még nekik jó lesz. Tehát meg fognak kapni egy friss, lágyas ötöst oda maguk mögé, de itt azért ezen a pályán azért nagyon nehéz előzni. Igen. És Zeti most nagyon ráesett Neóra, így ebbe belehibázott szerintem Neó. De itt ezt mondom, DRS-sel húzatják itt egymást, vonatoztatják egymást, és ebben a felállásban esélytelen. És egyébként, hogyha jobban belegondolsz, nem tudom mennyire emlékszel a tavalyi futamra, ugyanúgy itt Hollandiában, ugyanúgy az ásoknál, ugyanez volt. Konkrétan az első 8 végig vonatozta az egész futamot. Pisti box. Pisti a boxban. Na nézzük, mit rak föl Pisti. Mi Pistilén kijönnek azok a pirosak. Igen, és jön Rende is. Rende is box, igen. Zeti itt van, ne úgyhogy. Igen, Zetit néztem, aztán... Rendét akartam, hogy csak Zetit. Adminátor mögé jött csak vissza Pisti. Igen. 15 helyre. Viszont... Rende pedig vissza fog jönni a 11. helyre, minden bizonnyal. Na, és most jelenleg a differencia 13 másodperc Szabi és Pisti között. Ezt lehet, hogy Szabi... Tehát, hogy ha már nem lesz safety car, ebből nagyon komolyan profitálhatni Szabi. Úgy Gyuri viszont nagyon közel van Ákoshoz. Gyuri és meg Ákos, is előzi. És megelőzi Gyuri. Na! Vagy elengedte őt Ákos, DRS miatt? Jó, de szerintem már ők is így ki fognak jönni a boxba. Mert ez itt... hát most már 21 kör óta nyüstörik ezeket a közepeseket. De ez viszont Gyurinak nagyon-nagyon jól jön. Na és hogy most itt nézzük itt a boxmunkát a háznál, és nézzük a boxmunkát a Mercedesnél. Hát konkrétan. Így Rákos is megkapja a lágyakat, Gyuri is megkapja a lágyakat, és nézzük, hogy fogják kiengedni őket. És ráegedik Ákosra? Ráegedik Ákosra! Na, viszont Pisti ki tudott jönni eléjük, ettől függetlenül. Igen, és ez Gyurinak és jól. És Adminátor közben a boxban. Igen. Ákos. Ott rátette arra a kis rázókőre, az ott majdnem fájt neki. Illetve na. Neó és Szabi azok, akik ide már nem fognak kijönni. Hát ők már nem. Meg valószínűleg Krisz... sem, bár de. Ezt megnézem, hogy... Krisz nem volt még kint, papa. Jó, Krisz ki fog jönni, csak úgy el vagy téved a mámáig. És te? Hát most igazából a büntetéseket nem igazán kell nézegetnünk, hiszen Ádámnak van egyelőre egy 3 másodperce csupán. Ott a 12. helyen hátul, ott sok vizet nem fog zavarni. Verseny jelenlegi alakulásában, és jönnek a... Vince jön! Ó! Na ez érdekes volt. Krisz kimarad. Igen, Krisztot beetette Vincét nagyon csúnyán. Zeti pedig bebújik Neónak. És itt megelőzi? Itt kettő egymás mellett. Ne. Nem megoldották. De Neó levédekezte ezt. Igen, Pisti gyors. És Vince pedig vissza tudott jönni, Rendelé, igen.
De tényleg ide vissza az első négyesre. Szóval majdnem eldobta. Krisz nagyon csúnya bekaját adta Vincét. Ugye egyébként például én is azt hittem, hogy Krisz ki fog jönni. Hát nem. De ez viszont taktikailag hát nem túl jó Krisznek. Így azt illeti, vagy azt jelenti. Nem. Ez a háromas, nagyon tetszik a Pisti, Gyuri és Ákos. De most már jön ki véglegesen Krisz. És akkor Neo, bocsánat, Szabi vezet Neo a második. Igen, Zeti a harmadik. Blasio a negyedik. Jelen állás szerint. És ők négyen szerintem nem fognak már innen kijönni. És úgyhogy ezt Pistinek, ezt pályából kell megoldania. Mind Gyurinak, és mind Ákosnak is. Krisz pedig, Vince mögé? Vince mögé. Így van. Vince is rende közé érkezett vissza. Viszont Gyuri leszokott már. És Ákos az, aki nagyon közel van hozzá. Igen, Pisti így kirángatta őket DRS-ből. Pisti az így közlekedik gyorsan. Pistinek muszáj mennie. Mert... Mondom, ez a négy fiatalember nem igen fog már kijönni. Krisz pedig ostromolja Vincét. De ezt itt egyelőre nem próbálja meg. De most viszont ez... Vince töri a szélárnyékot, és védi is a belső ívet, de áh! Krisz ezt megcsinálta RS-ből és DRS-ből. Viszont Vince jöhet majd vissza rá, természetesen. És rendben pedig szerintem páholyból követi az autóversenyt. Meg a további alakulását ott előtte. Az a csúnya megérzésem van, hogy itt Krisz és Vince itt, ez gyönyörűen le fogják itt pingpongozni egymás között. De ott az a hármas elő, Szabi, Neo, Zeti menjen egymáson. Jó, de mondom, ők és itt kíváncsi leszem. DRS vonatban nem tudnak mit csinálni. Most nagyon közel van. Igen, de Neónak sokkal frissebb, sokkal öregebbek a gumiai. Sokkal öregebbek kettő körrel. A 27. körben jár az oldigás holland futam. Szabi vezet, Neo a második, Zeti a harmadik, Blasio 4, Pisti 5, Gyuri 6, Ákos 7, megint recseg? Igen. Igen, akkor mondanám tovább, szóval Ákos 7, Krisz 8, Vince 9, Rende 10, és akkor jönnek a top 10-en kívüli pilotok, Blasio! Akik eddig nem szereznek pontot. Mi látod, igen, Blasio valami történt. Blasio eldobta. Ajja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 j
ott volt a negyedik helyen. Így konkrétan. Van. De még elkény... amúgy az a csúnya, hogy még így ott van a tizedik helyen. Valószínűleg hold forró. Hátsó gumikon. Na, de most jó a hang, srácok? Visszajött? Vagy még mindig recseg?
Na, de amiért ezt így elkezdtem mondani, az az, hogy ugye jövő héten Monza, ott pedig rende hibázott. Rende bizony, rende hibázott ott önmagától. Szóval, hogy jövő héten Monza. Jó a hang, na jól van. Célig a szombaton 7 órától, bár én a tegnap futam után már félve mondom ki mindezt. Vasárnap 10-15-től A-liga, vagy B-liga, és 17 órától pedig A-liga, illetve ugye órende! Hát azt nagyon szépen összeszedtem. Szóval ugye, ahogyan azt már így korábban is promóztuk, ugye a Magyar Ligák bajnokságában is indulunk, és a jövő hét folyamán már elindulnak a tétmeccsek egyelőre nélkülünk, viszont verseny nélkül nem maradunk. Nem maradunk, hiszen majd kedden este 8 órától az Upsheet HFFL ellen lesz egy barátságos mérkőzésünk, illetve már velük a csoportmeccset is lekötöttük, hiszen az UHFFL mellett a HRS lesz a másik első körös csoport ellenfelünk majd, és a HFFL ellen majd a második héten, tehát majd a jövő utáni héten, 16-án szerdán, 19-15-től fogunk majd játszani. Illetve a HRS-e pedig majd a következő héten, az még jelenleg nincsen lefixálva. Igen, úgyhogy és Brazíliában lesz az első. Így van. Megmérettetésünk ugye a UHFL-lel. Így van, így van. Aztán, ha minden igaz, akkor Kína a következő. De egyébként viccet félretéve, nagyon jó kis bajnokság elé nézek én, és nagyon-nagyon remélem, hogy színvonalas, illetve jó kis futamokat fogunk lejátszani. Nem csak igazából mi, hanem ez igazából bármelyik másik ligára vonatkozik, amelyik benne van ebben a sorozatban, úgyhogy tényleg innen is szeretnék sok sikert kívánni minden MLB-s ligatagnak, minden MLB-s csapattagnak, tényleg bárkinek, aki valamilyen szinten ki fogja venni a részét így az MLB-ből. Természetesen, hogy a így is be fogunk majd számolni az MLB-s dolgokról, illetve hát a beszélgetés podcastek is, bár kicsit át lesznek reformálva, de marad a jelenlegi, vagy hát marad az is így a repertoárban. Tehát nem fogunk továbbra sem unatkozni. Tartsatok velünk jövő héten is. Mindenféleképpen legalábbis kedden és hát szurkoljatok nekünk. Így van, egy kicsit itt átkanyarodtunk itt a témáról. Pistiék egyébként nem hozzák annyira nagy vehemenciával a tempót. Tehát így, nem, és ez Szabinak jó nagyon. Így jöttek meg minden, persze, ez Szabinak jó, de itt most megállt náluk a tudomány, az az igazság. És hogyha itt nem lesz egy ilyen utolsó körös örjöngés, safety car-ral, mindennel együtt, akkor Szabi megnyeri. Akkor ezt így szerintem második safety car-ra, de ezt nagyon csúnyán bekajálták a medesek. Mert még így az első SC alatt még azt mondtam volna, hogy még így talán még Szabi vesztetett rajta az ügyön. Aztán így a második safety car itt átírta a futam forgatókönyvét. Blazio és Rende püfölik itt egymást a 9. helyért. Hát ez igazából már mindkettőjük neked csak ilyen kármentés. Már ami így azt illeti. Szóval igen, még az előző gondolatmenetem ez annyit, hogy tényleg akkor jövő héten kövessétek az MLB-s csapatot, és az MLB-s futamokat. Be is linkelem így a Twitch chatre, hogy hol lesznek majd követhetők a MLB-s futamok, bár azért én még teszek egy kört, hát ha, hogy esetleg az itteni futamokat mondjuk ezen a csatornán is tudjuk közvetíteni,
De hogyha nem, akkor ezt természetesen végig fogjuk kürtölni, hogy hello, itt és itt van a futam. Ölösön néz minket. Igen. Mert ezt küld be az összes Messenger csoportba. Discordra is kirakjuk már. Persze. Kedves Sancho Dávid kirakja. De nem lesz az, hogy nem fogja kirakni, tehát ki fogjuk rakni mindenféleképpen, hogy ez jó lenne a támogatás. Tehát így nem, meg hát nem ugye visszatér maradva. Egy régi ismerősen. Senki sem. Neo! És Zeti! Na ez itt mi volt? Uraim! És így akkor Pisti! És Gyuri topogón, pedig egyébként ez nem látszott a versenyképéből. Nem! Hát itt valószínű, itt mi történt? Nem tudom, láttad-e esetleg? Nem éppen. Nem, mert erről én is lemaradtam néztem. Nagyon csúnyán. Annyira elbeszélgettünk, hogy pont nem azt néztem, igen, hogy mi történt. Igen, kis ledobta közben. Zetiékkel. Igen, visszahívom. Visszahívom. Na ez érdekes volt. Röppen az invitáció. Volt. Hát ez így nagyon érdekes volt. Négy kör választja el Szabit, hogy megnyerje a hollandiai futamot. Három, még jobb. Három, közben itt Vince takarítja le itt a Krisszait valószínűleg. Ez most itt tényleg nem értem, hogy itt mi volt Neoéknál. Gyuri nagyon közel, és kifogyott mint a kettőjük az Erzből. És ott Kriszti, és egy Ákos is nézelődik. Krisza volt van! Igen, Ákosnak sokkal több Erzsa van, mint Gyurinak és Pistinek együtt. Na hát erre nagyon kíváncsi leszek, hogy itt Ákos mit fog tudni képviselni. Igen, közben Gyuri, mi az, Krisz kijött a boxba. Az alja. Az alja. Igen, és Zeti is jön a boxban. Hogy a Zeti is jön a boxba. Én Zeti feladja az autóversenyt. Köszönjük, Zeti. Krisz pedig visszatér. MS10-45, hát ott a pontocska. Igen, ott a pontocska. Én megmondtam, én megéreztem, hogy itt Aston Martin pont lesz. De egyelőre ne kiabáljuk. Itt lesz, el. De csak egy az a baj. Jó, de az is pont. Hát az is. Az is pont, de itt nézzük egy itt elő mi a helyzet. Mert az Gyuri megint Pistit tüfölé. Pisti versus Gyuri. És ez Pistinek ma már ahogy csavizet talán, mert nincs DRS-e. Pistinek, viszont Gyurinak megint sokkal, vagy hát nem sokkal, de picivel több az elszín. Na nézzük, hogy Gyuri bekerül. Jön Gyuri! Egyetemben Gyuri. Meg fogja ezt próbálni, már egymás mellett másodpercre talán. De ez itt még nem közben. Krisz visszaült az autójába, és Zeti kilépett a lobbiból, úgyhogy valószínűleg azért nem látjuk az intervált. Nem, azért, mert Krisz visszaült. Gyuri! Rende előzi Blasiót. Csak hogy azért tényleg így ilyet is lássunk. Jó, ezt az intervallt leveszem, addig is. Meg a gumit is, meg mindent. És már ott látják Szabit, de ez most már messze van innentől kezdve. Ez, hogyha ezt így nem durran el Szabinak, ez innentől kezdve megvan neki. De még nem akarok, nem itt, hiszem, itt, nem ak- itt nem akarom itt senkit sem elkiabálni, senkit, na. Szóval senkit, na, harmadjára. Semmit nem akarok senkinek sem elkiabálni. 29 körös hár. Na hát, hogyha ezt innen megcsinálja. Rende! Dobja el ott közben. Rende. És ráfordulunk az utolsó körre. És Szabi menekül. Itt jön itt a lágyas armada, de ők itt hárman vannak egymással elfoglalva, és nem úgy, hogy... hogy neki esnének Szabinak, nem, neki esnek egymásnak. Ákosnak milyen jó kis Williams-es is, aki most néz, hogy igen, igen. A tetején. Krisz a leggyorsabb, így elvitte a leggyorsabb kört, köszönjük szépen. Ákosnak viszont nagyon jó futama van ma. Igen, most már azért úgy megérdemelni, vagy megérdemli. Meg. De így a pole pozícióból nem lesz neki elég. Úgy néz ki, csak egy negyedik hely. De még itt lesz, még itt a DRS-ben, még Pistit talán megtámadhatják. Mármint így Gyuri, de nem.
és innentől kezdve... Én is fennem befutni már szerintem. Azért megérkeznek így látótávolságon belül Szabira, de ezt most már innen nem fogja tudni, innen már nem veszti el Szabi. És ahhoz képest, hogy így az újraindítás óta mindent kapott, rende kap egy 3 szeket még. És Szabi jön, Szabi, és megnyeri a holland futamot. Pisti a második, Gyuri a harmadik, ahhoz képest, hogy így végig zongor azt az egész hetet, hogy ilyen rossz, meg olyan rossz. Ákos a negyedik, Neo 5, Vince 6, Blasio 7, ahhoz képest, hogy járt mindenhol, és mindenhol is, falban, fűben, sóderban, pályán, mindenhol. Rende 8, pedig aztán ő is járt mindenfele. Chris szerintem ideg volt kapott, mert kivitte az AI, és az adminátor még megkapja itt a végére, itt a játszótásként, de ez itt most már semmit sem fog számítani. Chris 9, adminátor 10, nem! Adminátor 9, Chris 10. Ádám 11, és volt az, hogy DK 12. Igen, Ádám 11. Nem tudom, de DK kifogyott a benzínből. DK kifogyott benzínből, így van. DK jött így a 12. helyre, DK a boxba óhatja befejezni az autóversenyt. Igen. Jó. Hát... Oké. Köszönjük. Hát az jó a nap versenyzője. Hát ez futam volt. Ez eszméletlen futam volt. DK nem örül az Alfa Tauriknak. Nem igazán. Látjuk. Na, de Szabi megnyerte tehát a hollandiai futamot, vagy a holland futamot, Pisti a második, hát ezzel így még jobban megérkezett így a mezőnybe, Gyuri a harmadik, Ákos 4, végül is a pole pozícióból, hát szerintem most már Ákos azért ennek is örül, Neo 5, Vince 6, Blasio 7, Rende 8, Adminátor 9, és Chris zárja a top 10-es sort, hát igen, Chris örül a játéknak, nem csodálom, Ádám 11. Kilencedik lettem, de 10-ként számolt, azt meg kell lórni, ó! Akkor az ott valószínűleg, de nem volt büntiük, akkor az Chris 9, Adminátor 10. Így ez a hivatalos álláspont. Ez csak 2-es cél volt. Jó, oké. Okay. Összesen meg 11. És ugye tehát Ádám 11, egy DK 12. Na. Party open. Lehet jönni. Hát eddig sok a jelentkező a interjúra. Itt van egy Frutszabi. Halihó, sziasztok. Frutszabi. Itt egy NeoZap hír, 99. Három. 32. 31. Nem
tudom, várunk még valakire? Szerintem Pistiék még jönnek. Mi Pistiék még jönnek? Szerintem igen. Kis... Ráadásul egy csomó. Most jó volt ez futam, bár egyszerűen nem értek. A DRS, vagy amikor kiment a Pisti, hogy a Bartéről után működöm, hogy csúszkáltam, nem nem voltam. Már ezért... Jó, nem először megtöntöm, akkor beértünk volna. Azért a DRS-be azonnal megé, de amúgy fasza volt, hogy kis futam volt szerintem. Persze nem, jó volt. Lesz interjú? Lesz. Á, nem. Én még itt a Béligának a maradványait olvasom vissza. Ez komoly. Jó, csak így ezt gyorsba. Na, tényleg kezdjük el az interjút, mert itt sokan vagyunk, de nem elegem, hosszú lesz. Szabolcs, kezdjük veled. Gratulálok először, és akkor átadom a szót. Hát, köszönöm szépen, én szeretnék gratulálni mindenkinek. Hát, lehet, hogy nem túl leszek azzal, hogy ez volt eddig talán a legnehezebb futamom az idényben. Mert úgy indult az időmérővel, ugye esett, volt esőnk, amiben azt hittem amúgy, hogy jobb leszek, de végül valahogy nem adta ki a tempót. Az egész pálya, meg kellett ugye a dry setup is. Aztán találkoztam DK-jel az utolsó köremen. 3 tizedből lett 60 ezredes javítás, úgyhogy így csak a harmadik hely lett meg igazából. Aztán volt egy aranyos rajtunk, ahol úgy döntöttem, hogy a többiekkel eltérően én a szoftot rakom fel. Mivel előzni úgysem lehet a pályán, így legyek az elején inkább gyorsabb, hát tudok a rajtnál nyerni. De ez nem jött be. Így jött az SC, azt hiszem a harmadik vagy a negyedik körben. Ott jöttem is a hárdokra, amikről nem hittem volna az elején, hogy jók lesznek. Így hirtelen valami bekattant, és akkor jöjjünk hardra. Aztán ahogy szépen telt múlt az idő, meg jött a futam, meg jöttek az egy cikket, úgy látom, hogy hát ez lehet, hogy nem is lehet olyan rossz. Na jött, azt hiszem a 20. kör környékkel elkezdett görcsölni a lábam, szóval megmozdulni nem mertem. Ültem itt mereven, hiszattam. Ja, még jó, hogy kontrollerrel vagyok. Ez a poén benne. Úgyhogy igazából követtem a srácokat, Krisséket, a hard az nagyon rossz gumi volt. Nagyon csúszkált, mintha végén mentem volna. De a végére igazából kifizetődött, bár az utolsó 4-5 kört, miután az etiék megcsinálták a bulit mögöttem. Volt egy kis dodge-em. Onnantól kezdve igazából nagyon biztonságit mentem. Már nagyon bennem volt ez az előző 3 futam, hogy miket csináltam, főleg az SC-k mögött, meg így az utolsó körökben, úgyhogy nagyon-nagyon... Voltosan lépkedve, de sikerült, és ezen stúgy kellett nekem nagyon. Róla miért csöndet? Úgy igazából szerintem annyit tudok elmondani a dolgokról. Cirip, igen. azt sajnálom, hogy nem száraz időmérőnk volt, mert azt szerettem volna ott az időmérőn. Az időmérőn nagyon jó tempom volt, így ahogy gyakorolgattunk. Ez nem adta ki most sajnos. Így van. Na, de hát tényleg gratulálok, és így visszamásztál így a győzelmi létrán, és így kicsit úgy tudtál hozni a urakon. István, folytassuk veled. Folytassuk, Dávid. Hát igen, amikor megláttam az esőt, akkor azt hittem, hogy tragédia történt, mert nagyon rossz szoktam lenni esőbe. Viszont ahhoz képest egy egészen jó kör sikerült összerakni. Volt benne még idő bőven, viszont elrontottam az üzemanyagot, és egy körrel kevesebbet tankoltam, mint kellett volna. Valamiért azt hittem, hogy annyi is elég lesz. És emiatt a végén már nem tudtam javítani. Pedig talán meg lehetett volna Ákos, de igazából én a második helyen eléggé elégedett voltam.
Hát biztos voltam benne, hogy közepessel rajtolok, mert ez nagyon jó az a stratégia, gondoltam én. Vagy hát sok minden nélkül jó is lett volna. A rajtnál arra figyeltem, hogy Szabi semmiképp ne menjen el, mert hogyha az elején tudjuk tartani, akkor a lágy azért egy 8 kör után már szinte lassan, mint a közepes, hanem egy tempó. Úgyhogy ez sikerült is, és utána ott tudtam maradni Ákos mögött, viszonylag sok RS-t tudtam tartalékolni. És jött az első SC, ott gondolkoztam rajta, hogy kimegyek hardra, de mondom, nem lehet előzni a pályán, és a gumi is elég lassú, úgyhogy ha már médiumon vagyok, mondom, hát ha ki tudom használni a lágyat később, úgyhogy így nem mentem ki. A restart az jó volt, igazából nagyon semmi nem történt. Megint ott tudtam maradni Ákoson, aztán talán meg is előztem az erre segítségével. Igen. És utána jött megint egy SC, annak már nem örültem, mert tudtam, hogy így, akik kijöttek hardra, főleg Szabi, ugye ő a rivális, jól járnak, de igazából tudtam, hogy esetleg törtek-e, vagy ilyesmi, hogy mondom, milyen a forgalomban, mert láttam, hogy gyakorlatilag körönként esnek ki az emberek. De... Hát utána én a 21. körbe terveztem kijönni, mert mondom, akkor még csak nem jönnek a többiek, és egy elévágást akartam csinálni, hogy kikerüljek a DRS-ükből, ami tökéletesen sikerült is. Nem is kellett DRS-t használjak. Hát akkor láttam, hogy nagyon messze vagyok, de azt is tudtam, hogy a lágy az nagyon-nagyon jó gumi, és tudok majd hozni a többieken, azért DRS-re nyomtam, hogy maradjon majd a csatára. És aztán sikerült végül a csata. Tartanom Ákosékat, DRS-en kívül Gyurit és Ákost. Nem is kellett sok RS-t használjak, viszont hát érkezett versenyeim megrontója, drága Blazió, aki úgy döntött, hogy az utcsó kanyarkijáratán megforog, és utána még egy kövér gázt is sem, hogy visszajöjjön az ideális ívra. Ezért nyomtam egy padlóféket, valahogy kikerültem, és ezzel egy jó egyszeket hoztak is Ákos és Gyuri rendületből. Úgyhogy visszajöttek DRS-be. És akkor onnantól vert helyzet volt, mert muszáj volt időnként erre se használják, hogy előttük maradjak, mert én akartam először utolérni a bolyt, hogy lépéselőnyben legyek. Viszont annyit vesztettem azzal a megállással, meg kicsit hibázgattam, és egyszerűen rosszabb lett a tempó, és nem közeledtem eléggé. Kicsit túl is melegítettem a lágyat. Aztán a végén ott ketten leparkoltak az egyes kanyar csúcspontján, ott meglepődtem egy kicsit, de örültem a második helynek. Köszöntem nekik is, mint a rendének annó. Aztán... Jó, és készít belőle? Nem, be voltam némítva, mert itt nyekereg a fejét. Úgyhogy a végén csak próbáltam beosztani azt a maradék 40%-ot ilyen 5 körre, hogy ne előzzelek meg a többiek, mert tudtam, hogy én nagyon rossz vagyok valamiért a másik mögött, és nem tudnám Gyurit visszaelőzni, meg lehet Ákos is elmenne. Úgyhogy nagy nehezen kiszenvedtem. És, ja, második hely. Így van. Jó pozíció, csak sajnos Szabi az első, úgyhogy... Vajnokságban. Így most hozott rajtam, de hát ez van. Hosszú még a szezon. Egyébként a tempónak örültem. Így van. Ennyi, és egyébként szerintem még így is simán már ott vagy így a harmadik helyen bajnokságban. Úgyhogy így... Hát úgy valahogy meg. Körülbelül, tehát így... így leállás előtt így nem nagyon voltak így. Ja, hát az... hagyjuk is. Dolgok. Ja, úgyhogy ennyi. Igen. Gyuri! Kérdés, Gyuri! Milyen az, amikor egy pályán jó vagy? Tehát jó vagy egy pályán. És... Egyébként én is utáltam ezt a pályát. Megvered a mezőnyt 20 szekkel? Vagy mire készüljek? Nincs olyan pályán, hogy jó vagyok. Az átlagosságon meg a... Nem. Ez egy nem pálya volt számomra. Az időmérőről nincs annyit akarok mondani, hogy én eljártam az esőtáncot. És negyedik lettem valahogy, ez a világ 8. csodája. Nem tudom már, hanyadik, nem tudom, ezt azon van. Aztán én a versenyről csak annyit szerették mondani, hogy mindenki mögött is voltam. Illetve nem tudom, hogy van-e olyan ember, aki Pisti mögött kétszer is úgy marad alul, hogy két tizeden belül volt a leintés után. Hát
nekem ez sikerült. Tényleg a Bahrein. Bahrein, igen. 58-at adtam. Halálomon voltam. Meg 114, még jobb. Hát, meg lesz végre az a dobogó, szóval... Hát, valószínűleg én már se szabad, se Pisti dolgában nem fogok beleszólni, én itt már csak örülök, hogyha tőlük tudok pontokat rabolni. Szerintem egy újon szezonban tökéletesen elfogadható. Persze, persze. Na hát GG neked is, GG, György. Ákos. Hello, itt vagyok. Sziasztok. Hello. Milyen interjúba jönni úgy, hogy nem vagy kiesve? Hát hogy is mondjam, jó érzés, jó futam volt összességében, szóval nem estem ki az első kör közepén, szóval igazából innentől kezdve már tovább vittem azt, amit, vagy tovább bentem távol, mint amit szoktam általában. Meg a pontokba is most gyarapodtak a pontjaim, az a rengeteg sok pont, hát összességében innentől az, hogy mindenféleképpen a bajnoki cím, ugye, bajnoki címre megyek. Szóval Szabit innentől csak verni kell, és hát igen, sima bajnoki címet be kéne húzni, vissza kéne jönni, nem viccelek, szóval törülnék neki, hogyha még egy jó perc, ha sikerülne pontot szerezni, akár dobogót végre, mert azt hiszem még ebben a szezonban nem sikerült. Hát még nem. Jó futam volt, várom. Na. Olaszországot, mert szeretem Monza. Azt a pályát. És oda gyors is vagyok rajta. Hát ott én visszavonulom. Monza, aztán Imola. Jó eredménybe. Micsoda? Én mind a kettő nagyon rossz vagyok. Az be. Teljes mértékben kiváló pályák fognak következni. Úgy. Imola az még, Monza az még ez a letét van kormány, hát szóval a Monza az még egészen tűrhető. Imoláról már nem ezt gondolod? Hát, egész gyors vagyok, már 13-8 azt hiszem a PB-n multiba, de... Azért nem. De ez nem semmi, Pistenek már gondolom 12 elejért. Így igaz. Majd bejelentkeztetem itt Ronhárt az akkonta. Úgy így. Ja, tényleg. Jó van. Én meg... Szabit. Hát engem ne. Engem ne, Imolára ne. FRT Tomos. Én az Imolát lehet ki, hogy van úgy. Minusz. Jó van, hamó. De nem szeretem azt a pályát. Jó, én meg Jeddától mászok rá a na, falra, egy jó és... Jedda jó. Nagyon jó pálya, én már azt alig várom. Jó, mentek helyettem Jeddába? Igen. Igen, félbe megyek. Jó. Igen, meg na, megnyeretem a tudatosságot utolsó szület. Három futamon. Na, de van még egy interjú alanyunk Neo személyében, úgyhogy hallgassuk meg Neót is. Külön kihegyezve arra, és külön kíváncsisággal hallgatva azt, hogy közted és Zeti 0215 nevű versenytársad között mit történt? Mert én így erről lemaradtam. Az történt, hogy Szabit én követtem, mint valami árnyék. A Zeti próbált engem követni, és a... Egyszerűen elmérte a féktávat, és nekem jött hátulra. Oh. Úgyhogy egy elkövetedő hiba volt. Aha. Frusztráló, de ez van. Hát, így... Én... Egymástól így megöltetek egy dobogót? Hát, igen, sajnos így. Sajnos ez van most. Majd Monzába jövő héten. Találkozunk, mert még így pont a számolgattam, hogy... Én már úgy voltam vele, hogy oké, itt csak rakjam össze egy kört, de így csak nem fogok csúszni a falba. Jó, ötödik meg lett, oké, örülök neki. Verseny, második kör, az egy, a gyors lejtés jobbos. Rázakölt, megcsípem, jöjjt! Kirepültem a francba. Na majd Monzában lesz majd pár jöjjt! Az a levegő. Ott én már feladtam, mondom, ebből ott én nem minden, szerzés. Ott mindenféle légitársaság fog jönni. Alfa Romeo, Alfa Tauri, Mercedes, McLaren, Red Bull. Úgy. Jönnek a légitársaságok ott a második sikámba. Legjobb lesz, ha valaki előtted lepattan,
ki a kavicságyban, onnan megcsúszik és vissza eléd. Öt körös úgy, sok ilyet tapasztalhatunk. Hát én majd mondom, hogy köszönjük szépen, hogy az Alfa-Romeo repülőtársaságot választottál. Mondsz, hát én bevallom, én bírom azt a pályát. Hát én már inkább nem mondok semmit. Én az Árabban, a másik fél ligában, azt hiszem megnyertem a Q2-t valami 1.25-ös körrel. De jó gyenge kör volt egyébként. Hát. Én valahában meg remélem, hogy meg tudom ütni Ákost, mert nekem is a PB-m 13.7. Micsoda Imola szövetek vannak itt. Imola szövetnek messze vagyok én attól, de... Neked mennyi a TTD Imolában? Imolában mely érembe is mentem volna, aztán ott jól meg... Fú, valami 13.9, vagy nem is tudom. Fú. Nekem is 14.0. Úristen, bőrök javíteni. Nekem 15.0. Én nem próbálkoztam javításon. Én nem szeretem. Na! Imolában tök jó lettem volna, csak hát igen, kedves Codemasters, jól. Így egy azt hiszem, egy baseball ütővel így nyakon vert. Ja. Na jó, nem, van. Ennyi meg egy Bambi. Ennyi meg egy Bambi, így van. Györgyel? Krisszel szerintem. Krisszel? Uh-huh. Nem mondod. Hogy került oda? Krisz egyébként így de egész szezonban, hogy a súranó pályán jön. Ja, komoly. Nagyon komoly. Ja. Na, de akkor... akkor így harmadjára megpróbálom lezárni a streamet. Okay. Hát köszönjük szépen a figyelmet. És akkor... Hát kedden találkozunk az MLB-s barátságos autóverseny viadalom. Viszlát! Köszönöm a figyelmet, viszlát, sziasztok! Csókolom!